Köszöntök mindenkit, sziasztok! A következő napokban a napsütéssel szemben inkább a felhőzet fog majd nyerni, azonban nem mindenhol az alacsony szintű réteg felhőzet lesz túlsúlyban, hanem a magasabb szinteken is meg fog majd növekedni, illetve vastagodni a felhőzet. A hétvégén még inkább csak gyenge csapadékra készülhetünk, a jövő héten azonban nagyobb területre kiterjedő eső jöhet, valamint mennyiségileg is már azért több lesz. Erről is szólok majd néhány szót, mindenekelőtt nézzük meg a felhőzet szimulációt, amelyen azt láthatjátok, hogy Közép-Európa térségében az anticiklon okozta helyzetben derült az ég, már a modell szerint, ugyanis nálunk nagy területre kiterjed az alacsony szintű réteg felhőzet, valamint láthatjátok azt is, hogy szombaton napközben délnyugat felől a magasabb szinteken is beindul a felhősödés, ez egy rövid hullámú teknőnek köszönhető. Az éjszakai órákban a kezdetben még kevésbé felhős területeken is vagy köd képződik, vagy pedig be fog záródni a felhőtakaró, kisebb eséllyel a Dél-Dunántúlon maradhatnak majd kevésbé felhős körzetek. Az ország nagyobb részén azonban borult, párás, helyenként ködös idő várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -9 fok között alakulhat, hidegebbre ott készülhetünk, ahol kezdetben még kevés lesz a felhő, főként az északi középhegység szélvédett völgyei, valamint a keleti megyék. Napközben aztán a déli-délnyugati területeken várhatóan a magassági szél valamelyest fel fogja szaggatni majd a réteg felhőzetet, azonban túl sok napsütés itt sem lesz, ugyanis a magasban délnyugat felől előbb a fátyol felhőzet növekszik meg, majd pedig meg is vastagszik a felhőzet. Ezzel szemben az északi ország részben nem lesz jelentős változás, azaz továbbra is borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű. Hőmérsékletben is látszódik ez, az északi ország részben, ahol borult marad az idő, ott inkább fagypont környékén alakulhatnak majd a maximum értékek, míg a déli ország részben helyenként akár 3-5 fok is lehet. Még a csapadékról is érdemes néhány szót szólni, ugyanis gyenge csapadékra a nap második felében, főként a Dél-Dunántúlon készülhetünk majd, ez főként eső lesz, azonban kis esélye, hogyha a csapadék a réteg felhőzetbe hull, akkor akár ónos esőre is van esély. És akkor pár szót a következő napok időjárásáról. Lényegi változás abból a szempontból nem lesz, hogy továbbra is inkább a felhőzet lesz túlsúlyban, és inkább csak kisebb körzetekben lehet majd napsütés. Azonban a csapadéknak a kiterjedése az már a keddi nap során nagyobb lesz, mint például vasárnap, illetve hétfőn. Vasárnap, illetve hétfőn még inkább csak néhol kell számítani többnyire gyenge esőre, esetleg ónos esőre. Kedden viszont már nagyobb területre fog kiterjedni a csapadék, valamint akár nagyobb mennyiségű is eshet, de ez is inkább eső, illetve zápor eső lesz majd. Ezzel pedig szeretném is megköszönni a figyelmeteket, további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!